stúdiónkban pedig Bobby Davison, a Ferencváros vezetőedző. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És akkor tisztázunk is valamit, ugye ön vezetőedző korábban nem volt. Inkább vezetőedzőnek, vagy inkább menedzsernek tartja magát most a Ferencváros élén? I'm head coach. Vezetőedző vagyok. Ez van a névjegykártyámon, és Magyarországon más a rendszer, ezt el kell mondani, hiszen Angliában van egy menedzser, van egy vezetőedző, még Budapesten van egy vezetőedző, és ő csinál mindent. Úgyhogy én vezetőedző vagyok a csapatnál. Amikor fölkérte önt Kevin McCabe, egyáltalán Kevin McCabe kérte föl, ez lenne az első kérdés, és hogyha igen, akkor mit várt el öntől? Igen, Kevin McCabe volt, ő az elnök, és Terry Robinson, ő pedig a futball elnök, tehát a társaság elnöke Kevin McCabe és a futball elnöke. És mind a ketten felkértek arra, hogy a Ferencvároshoz jöjjenek, és a munkám pedig az, a feladatom az, hogy áttekintsem az egész futball tevékenységet, méghozzá egészen felülről az alsó szintig, azaz az utánpótlás akadémiáig, ahogy ezt önök hívják. És volt valamilyen feltétele, hogy elvállalja ezt a munkát, vagy pedig kapott egy felkérést, és igent mondott? Kaptam egy felkérést, és igen mondtam. Ez így történt. Most már azért talán ismeri a Ferencváros játékosait. Melyik a csapatnak a legnagyobb hiányossága, illetve a legnagyobb erénye jelen pillanatban? Úgy gondolom, legalábbis amivel én foglalkoztam, a csapattal ugye nagyon jó volt egyébként eddig az együttműködésünk, tehát amit eddig tettünk, az az, hogy megpróbáltuk egy picit átalakítani a felfogást és a képességeket, hiszen ebben a csapatban nagyon sok jó játékos van. A felfogás az ugye elsősorban mentális dolog, a képességek az viszont semmi más, csak edzés, munka és gyakorlás. Azért ez semmelyik nem egy rövid távú dolog. Mennyi időt szánnak erre? Most ami az időt illeti, azt gondolom, hogy minden jó menedzsertől azt lehet hallani az Egyesült Királyságban is, hogy ez egy 5 éves terv. Itt viszont azt gondolom, hogy rövid távot illetően ki kell válogatnunk azokat a játékosokat, akikkel nyerni tudunk az elkövetkezendő 6 hónapban, és a hosszú távú célkitűzés pedig az, hogy feljebb kerüljünk a következő az NB1-be, amennyien hamar csak lehet. Mi van akkor, hogyha ez nem sikerül? Mert azért jelen pillanatban nem úgy áll a Ferencváros, hogy csont nélkül följusson az NB1-be. Akkor pánik van, vagy akkor kalkulálnak már ezzel, tehát van egy olyan forgatókönyv, hogy mi van akkor, ha nem sikerül? Azt gondolom, hogy az a 6 meccs, ami még előttünk van, a tekintetben mindent meg kell próbálnunk, hogy 3 pontot szerezzünk, és megpróbáljuk elérni, felzárkózni a vezetőhöz. És a hosszú távú terv pedig az, hogy fejlesszük a csapatot, és minél hamarabb feljebb jussunk. De nem lesz pánik egyébként. Egyébként ön szerint, aki már látott nagy sztárcsapatokat játszani, ez a keret, ez a játékos állomány, ami most van a Ferencvárosnál, ez alkalmas arra, hogy följusson az NB1-be? Nagyon jó játékosok vannak itt. A Ferencvárosban mind az idősebb, mind a fiatalabb játékosok nagyon jók. Ez egy nagyon jó csapat. Formálnunk kell ezt a csapatot, hiszen természetesen verseny kell minden pozícióra, és jelenleg nincs meg ez a verseny a játékosok között a különböző posztokra, úgyhogy kell ez a verseny annak érdekében, hogy még jobb legyen a csapat, fejleszteni tudjuk a csapatot, és az első osztályban képes legyen teljesíteni. Az első célkitűzés tehát az, hogy az NB2-ből feljebb jussunk. A legutóbb Mezőkövesden bár nyert a csapat 3-0-ra, ön elégedett volt ezzel az eredménnyel, a Ferencváros saját internetes honlapja azt írta erről a meccsről, hogy a szezon leggyengébb játéka volt. Most először is, hogyha az ember jár futball meccsekre, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogyha a szurkolók, azok mindig többet várnak, mindenki lent azt várja, hogy könnyen nyer a csapat.
Mégis úgy gondolom, hogy tisztelni kell a csapatot, tisztelni kell a teljesítményt, hiszen tudjuk, hogy a Ferencváros az itt van, játszik, több mint 100%-ot próbálnak teljesíteni. Vagy mondjuk egy példát, nem túl régen, a Manchester United a Derby County-val játszott. A Manchester United egy vezető csapat az első ligában, a Derby County pedig egy NB2-es. 1-0-ra nyert a Manchester United az utolsó pillanatban. Nagyon hasonló ez a Ferencvároshoz. Mindenki azt várja, hogy jól teljesít, de hát mindenképpen meg kell nyerni a futballmeccseket. Hát ha már egy példát hozott, akkor arra kérem, hogy mondjon egy példát arra, amit az imént említett, hogy szeretné, hogyha a játékosok másképp gondolkodnának, hogyha mentálisan egy picikét változna a magyar futballista. Ezen mit ért egészen pontosan, vagy hogyan próbálja átállítani a játékosokat? Úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű ez a dolog, hiszen nagyon jó játékosok vannak ebben a csapatban. Az én feladatom, és természetesen a segítőim feladata az lesz, hogy biztosítsuk, hogy a játékosok hisznek magukban. Hiszen pillanatnyilag azt gondolom, hogy nagyon sok játékos, vagy néhány játékos nem hiszi el, hogy jó játékos. És ez nagyon fontos, hiszen ha egy játékos nem hisz magában, akkor gondjaim vannak. Úgyhogy mindenképpen el kell érnünk, hogy a játékosok elhiggyék, hogy ők jó játékosok, rendelkeznek a képességgel és tudnak gólt lőni. Úgyhogy ilyen egyszerű a dolog. De abban ugye egyetértünk, hogy ez kevés, tehát ahhoz, hogy egy játékos elhiggye, hogy ő ezt meg tudja csinálni, ahhoz valóban meg kell, hogy tudja csinálni, ez pedig edzés és munka nélkül nem megy. Tehát én hihetek bármiben, hogyha nincsen mögötte munka, akkor az nem fog menni csak azért, mert én hiszem. It's not going to go just because I believe it. Of course. Természetesen így van. Ez mind egymással párhuzamosan megy, ezek összefüggenek. Nekünk, az edzőknek fel kell készíteni a csapatot, meg kell szervezni a csapatot, hogy a tiszta legyen a fejük a játékosoknak, tudják, hogy mi az, ami a feladatuk, és nagyon keményen kell dolgozniuk a képességeiken is. A képesség önmagában, hogy megnyerjék a futballmeccseket, hogy a szervezés jó legyen, ez mindenképpen egy csapat erőfeszítés, és ez egy csomag annak érdekében, hogy valaki jó játékos legyen. Nézzük meg a jó játékosokat. A jó játékosok mindezzel rendelkeznek. Jó munkaképességgel, illetve jó játékképességgel, és fejben nagyon erősek, erősnek kell lenni fejben. És mi az a munkarendszer, mi az az új szisztéma, amit a pályán szeretne látni, tehát amit edzésen megpróbál megvalósítani? Többet edzenek, vagy másképpen edzenek? Hogyan kell elképzelni azt az angol tudást, amit ön most átad? Nos, megpróbálunk gyorsak lenni az edzések során. Minél gyorsabban tudjuk a labdát megkapni, kezelni, lekezelni és továbbadni. Megkapjuk, passzoljuk, és úgy gondolom, hogy nagyon sok országban, nagyon sok játékos ezt csinálja. Megkapja a labdát, aztán nem passzolja, hanem kicsit nehezebb dolgokat kezd el csinálni. A nagyon híres angol menedzser Ron Atkinson azt mondja, hogy ez a Hollywood típusú passzolás. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű a dolog. El kell passzolni, labdát tovább kell adni. Nagyon szépen köszönöm Bobby Davisonnak, hogy eljött, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.